Napjainkban az elektronikus ügyintézés megkerülhetetlen. Mindenki számára fontos a kényelem és a gyorsaság is. A Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara ennek érdekében nyit irodákat több vármegyei helyszínen. Ennek első állomása Bonyhád. Sikerült polgármester asszonnyal megbeszélnünk, és a bonyhádi önkormányzatnak az óriási segítsége az, hogy kaphatunk itt egy irodát, ahol igény szerint egyelőre minden hónap első kedjén, de igény szerint lehetőleg heti rendszerességgel szeretnénk a kamarai szolgáltatásokat nyújtani. Ennek az a lényege, hogy ahogy a polgármester asszony is fogalmazott, Bonyhád egy járásközpont, nyilván nem csak a bonyhádi, hanem a Bonyhád környéki vállalkozásokat is érinti, és az a lényege, hogy azokat a szolgáltatásokat, amiket eddig Szekszárdon tudtak igénybe venni, az Bonyhádon is igényelhessék a vállalkozások. A Bonyhád az mindig egy ilyen pilot program, azt el szoktam mondani, mert az önkormányzattal nagyon jó a kapcsolat, illetve én magam is bonyhádi vagyok, és elég gyorsan tudjuk tesztelni ezeket a dolgokat, és kellő rugalmasságot kapunk a partnerektől is, de Tamásiban, Dombováron és Pakson, ezen a három helyszínen mindenképpen gondolkodunk azon, nyilván a bonyhádi tapasztalatokat figyelembe véve, hogy hasonló ügyfélszolgálati irodát nyissunk. A kamara az elmúlt időszakban is tartott Szekszárdon kívüli rendezvényeket. Folyamatosan ezt máshol is egyébként csináljuk, Tamásiban, Dombováron, tehát ugyanazokon a helyszíneken, amik kvázi járásközpontok és nincsenek könnyen elérhető távolságra Szekszártól. Ezekben a településekben nyilvánvalóan továbbra is hasonló rendezvényeket szervezünk, tehát a tájékoztatást megállapodtunk a NAV-val, hogy a hatósági változásokról, a jogszabályváltozásokról szintén tájékoztatjuk a vállalkozásokat, szintén vidéken, és az ügyfélszolgálati irodákhoz gyakorlatilag ezeknek az információknak a napi apró pénzre váltását jelentik. Tehát látszott az, hogy van igény ezekre az információkra, és az nagyon fontos volt, hogy ezekhez a vállalkozásokhoz kimenjünk helyszínre, tehát én tudom vállalkozóként, hogy ha Bonyhádról nekem nem egy rendszeresen nagy probléma, de ha Dombováról be akarok menni Szekszárdra valamilyen ügyet elintézni, akkor egy óra az út oda, elintézem az ügyet, egy óra vissza, tehát nagyjából a délelőttem elmegy egy ilyen ügyintézése. Ezeken szeretnénk mi segíteni, hogy a versenyképesség azzal javuljon, hogy a fölösleges időveszteséget tudjuk megszüntetni. A vidéki vállalkozóknak az új irodákkal tehát a jövőben sokkal könnyebbé válhat az ügyintézés. Nagyon örülünk annak, hogy a Tolna vármegyei iparkamara itt Bonyhádon létesített elsőként az ügyfélszolgálatoknál egy olyan szolgáltatási lehetőséget a vállalkozásoknak, amely egyedülálló még egyelőre a megyében, hiszen ezen túl nem kell Szekszárdra beutazni azoknak a vállalkozásoknak, akik szeretnének ügyeket intézni. Ugye nagyon sok mindennel foglalkozik az iparkamara, többek között a vállalkozásoknak pályázati lehetőségekkel, Széchenyi kártyát és sok mindent sorolhatnánk. Talán nem csak a bonyhádi vállalkozásokat, hanem a térség valamennyi településének a vállalkozóit segítettük ezzel a lehetőséggel, hogy itt az ügyfélszolgálatok helységében a mezőföldvíz és a Délkom mellett most már a Tolna vármegyei iparkamara is helyet kapott.